Oké. A következő részben egy kicsit már általánosabb témáról lesz szó. Eddig ugye kifejezetten Unix rendszereknek a kiegészítőivel foglalkoztunk, kiegészítő szoftvereivel, kiegészítő beállításaival. A szolgáltatás monitorozás, illetve a teljesítmény monitorozás az viszont egy olyan lehetőség, ahol akár egyéb nem szabad szoftverrendszereket is tudunk ellenőrizni, és azoknak a beállításait, és azoknak a teljesítmény paramétereit is tudjuk ellenőrizni, ami nagyon praktikus. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mennyire gondoltok így magatokra, de valójában mi mindannyian egy szolgáltató ágazat vagyunk. Függetlenül attól, hogy ez most egy cégen belüli szolgáltatás, az IT, vagy pedig egy olyan cégnél dolgoztok, ahol a cég maga egy szolgáltató cég, és ezt az IT-t szolgáltatja másoknak, mindenképpen az IT az tulajdonképpen csak egy ilyen segédeszköz. Általában nem mi vagyunk azok, aki miatt működik az egész, hanem a sörgyártás, meg a nem tudom én, a hajókereskedelem, és akármi más, és a telefon betyárkodás. A lényeg az, hogy az IT-nek ki kell szolgálni az igényeket, mégpedig úgy, hogy a lehető legkevesebb gondot okozza a többieknek, hiszen ők termelik a pénzt. És ha így nézzük a dolgot, akkor nekünk az az alapvető célunk, hogy ezek a rendszerek ezek mindig tökéletesen működjenek, hiszen ha megáll valami, akkor a cégnek csökken a nyeresége, és akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan az embereket ki fogják ugni. Tehát az IT-nek jól kell muzsikálni, és ezt hogyan lehet csinálni? Úgyhogy ha egyrészt nagyon alaposan megtervezem azt, hogy mit csinálok, másrészt szépen precízen implementálom, feltelepítem a rendszereket, jól állítom be a rendszereket, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, nagyon-nagyon üzembiztosan üzemeltetem a rendszereket. Ahhoz, hogy ezt jól tudjam csinálni, ahhoz nekem folyamatosan figyelemmel kell kísérnem a rendszernek a működését, és meg kell néznem azt, hogy milyen teljesítmény, illetve működési paraméterekkel rendelkezik, mert hogyha ezt jól csinálom, akkor akármilyen ilyen fennakadást már lehetőség szerint előre tudok jelezni, vagy ha nem is tudom előre jelezni, de én leszek az első, aki észreveszi, és ebben az esetben meg tudom addig szüntetni, még a többiek észre sem vették. Az igazán profi üzemeltetőket észre se veszik. Egyébként ez azért kicsit ilyen ambivalens helyzet, hogy te leszel az első, akit ki akarnak majd rúgni, mert nem csinálsz semmit, aztán mikor rájönnek arra, hogy azért nem látták, hogy csináltál valamit, mert annyira tökéletesen csináltad, akkor utána meg sírnak, hogy mégis menj vissza. Na mindegy, a lényeg az, hogy ahhoz, hogy ilyen profin ellenőrizni tudjuk a rendszereknek a működőképességét, ahhoz valamilyen eszköztárra lesz szükségünk. Hát az a helyzet, hogy mindenki úgy szokta kezdeni, hogy ilyen elég primitív módszereket használ. A legelső dolog, megvárjuk még a felhasználó vagy az ügyfél telefonál, hogy baj van, és akkor elkezdünk valamit csinálni. Hát azt hiszem, hogy mindenki sejti, hogy az én hozzáállásom szerint ez nem kifejezetten elfogadható. Lehet így is csinálni. Volt egy bölcs, vagy nem is tudom minek nevezzem, vezető, aki azt mondta, hogy ha az ügyfél túl elégedett, akkor túl sokat költöttél rá. Tehát van egy olyan egyensúly, amikor még megtartod az ügyfelet, de nem túlzottan elégedett. De lényeg az, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy mi egy csodálatos, ideális világban élünk. A telefont... Köszönjük. Igen, tehát mi egy csodálatos, ideális világban élünk, és azt szeretnénk, hogyha minden tökéletesen működne mindig. Ehhez ez a hozzáállás, hogy megvárom még a felhasználó telefonál, nem vezet közelebb, úgyhogy ezt vessük el, nézzünk valami más megoldást. Hát, mint minden tisztességes rendszergazda, mi lenne a következő lehetőség? Belépünk a rendszerre, és nézegetjük, hogy minden rendben van-e, futnak-e még a processzek, időnként megnézzük a weboldalt, még mindig nem törték föl, még mindig nem állították le. Belátható, hogy a rendszergazdáknak el kell menni ebédelni, moziba. Nem igazán szerencsés, hogyha azt szeretném, hogy mindig ott kelljen ülnöm, és mindig valakinek nézni kelljen. Kell valami még jobb megoldás. Milyen lehetőségek vannak még? Hát, ugye most beszéltünk arról, hogy időzítő démonnal
processzeket tudok időzíteni, meg tudom azt csinálni, hogy bizonyos időnként leellenőrizze egy eszköz, egy shell scriptecske, hogy elegendő erőforrása van-e még a rendszeren, működik-e még a webszerver, még mindig az a weboldal, mint amit én szeretnék, hogyha lenne. Ez is egy megoldás, és egyébként ez már majd, hogy nem elfogadható. Speciális esetekben azt mondom, hogy elfogadható, hogyha valami nagyon-nagyon kevés rendszert kell ellenőriznem, nagyon speciális módon elképzelhető, hogy egy ilyen időzített ellenőrzés oké, de az lenne a szerencsésebb, hogyha ettől egy kicsikét, hogy is mondjam csak, általánosabban használható, jobban használható rendszerem lenne. Ez egészen úgy nagyjából 10 évvel ezelőttig, főleg csak ilyen nagyvállalati fejlesztéseknél volt lehetséges, voltak olyan általában ilyen gigacégek által fejlesztett óriási ellenőrző rendszerek, amelyek lehetővé tették azt, hogy hálózati eszközöket, szervereket, vagy akár még munkaállomásokat is mindenféle szempontok szerint figyeljünk, és bármilyen probléma esetén riasztást kapjunk. Ezek a rendszerek ezek nagyon drágák voltak, úgyhogy az egyszerű kis-közép cégek, intézmények azok nem tudták megvenni. De az a helyzet, hogy úgy nagyjából körülbelül 10-12 éve elkezdtek elég komoly ilyen szabad szoftverfejlesztők azon gondolkodni, hogy hogy lehetne egyszerűbben, jobban megcsinálni ezt, és lehetőség szerint szabad szoftverekkel, és több különböző ilyen irányú megoldás indult el. Ma már azt lehet mondani, hogy egy-egy szabad szoftver megoldás annyira kiforrott és népszerű, hogy már-már akár ipari szabványnak is lehetne nevezni. Az egyikről szeretnék most beszélni. De lényeg az, hogy ma már nagyon nehéz megindokolni, hogy valaki sok millió forintot költsön el egy felügyeleti rendszernek a vásárlására, amikor egy szabad szoftver megoldással lényegében nagyon hasonló funkciót lehet elérni, maximum esetleg egy kicsikét többet kell dolgozni a beállításával. De még ez sem biztos. Na nézzük, még egy dolgot elfelejtettem mondani, hogy bizonyos esetekben az init nevű process, amiről talán az Zahemszki kollega beszélt arra? Igen. Az segítséget nyújthat nekünk az ilyen üzembiztonsági problémák leküzdésében, mert neki van egy olyan funkciója, hogy elindítok egy démont, és hogyha az leáll, azt én figyelem, és újra fogom indítani. Ez a bizonyos respawn. Tehát maga az init is tud ilyet, de ez egy elég primitív beavatkozó eszköz, tehát ettől azért nekünk egy profit megoldásra van szükségünk. Oké, nézzük, hogy lehet ezt profitban csinálni. Hát erre számos eszköz létezik, amelyeket jól lehet használni. Az egyik lehetőség, ami talán a leginkább ismert, és azért is én erről fogok beszélni, ez a Nagios. És a Nagiosnak egyébként vannak továbbfejlesztett, illetve konkurens szabad szoftveres megoldásai. Ezek a megoldások ilyen-olyan szempontból mások, nem azt mondanám, hogy jobbak, inkább csak, hogy mások, mint a Nagios. Azt állítom, hogy a Nagios a hihetetlen nagy felhasználó bázisa és ismertsége miatt praktikusabb választás egy ilyen általános rendszerüzemeltetőnek. Azt gondolom, hogy az első 5-10 évben tökéletesen megfelel majd nektek, és utána meg majd eldöntitek ti magatok, hogyha valami mást akartok használni. De első körben azt gondolom, hogy ez egy kiváló választás. Mit csinálnak ezek az eszközök? De ezek lényegében azt csinálják, hogy van egy démon, vagy egy időzített folyamat, amely bizonyos időnként valamilyen módon megvizsgál bizonyos paramétereket. Azért ettől homályosabban fogalmazni az már egy kicsit nehéz lenne. Szóval azért fogalmazok ilyen homályosan, mert minden nagyon-nagyon rugalmas és alakítható és képlékeny, moduláris. Az, hogy pontosan mik vizsgálódnak meg, az kizárólag attól függ, hogy ti milyen eszközöket, milyen modulokat használtok, vagy készítetek. Tipikusan egyébként kétféle paramétert szoktak leellenőrizni. Az egyik az valamilyen metrikus, tehát mérhető, például teljesítmény, aztán az erőforrásoknak kihasználtsága. Ezeknek általában valami szám szokott lenni a végeredménye, vagy egy konkrét számérték, mondjuk egy természetes szám, vagy egy valós szám, vagy lehet, hogy egy százalékos érték, például mondjuk, hogyha arról beszélünk, hogy
hogy diszketnek a kihasználtsága, akkor ott azt tudjuk mondani, hogy 40%-os. Tehát ez egyfajta vizsgálati irányvonal, a másik irányvonal az pedig az állapotoknak a vizsgálata. Ebben az esetben nagyjából két állapotú lehet egy ilyen állapotérték. Mondok egy példát, megvizsgálom azt, hogy fut-e a webszerver a gépen, igen vagy nem. Ennyi. És a lényeg az, hogy ezek a vizsgáló eszközök, ezek ilyen nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető valamik, nagyon primitív a felülete, nincsen valami nagyon titokzatos szoftverfejlesztői készlet, amit kell használnunk. Egyetlen egy szabályt kell betartanunk, meg kell pontosan, tehát követnünk kell a beállításoknál azt a szabványt, hogy mit kell kiírni a programnak, és hogy mi a visszatérési értéke. És hogyha ezeket betartottuk, akkor nyugodtan fejleszthetünk C-ben, C++-ban, Perl-ben, Shell-ben, akármiben, teljesen mindegy, ránk van bízva. Az a lényeg, hogy készítünk ilyen kis beépülő modulokat, ezeknek a moduloknak az időnkénti lefuttatásával ezek az eszközök, például a Nagios, megvizsgál bizonyos paramétereket bizonyos szervereken időnként, és utána ennek a visszatérési értékéből eldönti, hogy az adott állapot vagy számérték az megfelelő-e, vagy pedig problémás. Ha megfelelő, akkor örülünk, hogyha problémás, akkor pedig jelezzük az adminisztrátoroknak, hogy gáz van. Nagyon röviden összefoglalva ez a lényeg. Én egyébként most csak egy kis ízelítőt adok majd a Nagiosnak a működéséből és a konfigurálásából. Nem célom az, hogy minden egyes beállítási paramétert részletesen megbeszéljünk. Ugyanaz a helyzet, mint az SSH-nál is. Van körülbelül több száz beállítható paraméter. Nem cél az, hogy mindent megismerjétek. Azt szeretném, hogyha egy ilyen áttekintő képetek lenne az egészről. Azt állítom, hogyha fogtok egy Linux szervert, és azt mondjátok rajta, hogy apt-get, vagy yum, vagy attól, hogy milyen csomagkezelő rendszer van, felinstaláljátok a Nagiost, illetve hogyha nem a Nagios szerverről beszélünk, hanem a vizsgálandó gépekről, akkor mondjuk az NRPE klienst, erről majd később beszélek, akkor szinte az alapbeállítás mellett, illetve nagyon minimális módosítással már egy nagyon jó ilyen vizsgáló, felügyeleti beállítást kapunk. Alig kell valamit beállítani hozzá. Oké. Mondjuk tovább. A következő egy ilyen kis képernyőkép. Attól féltem, ami valójában be is jött, hogy itt a mobil internet az nem annyira nyerő, mert jó csak. Még egy próbát teszek ezzel. Hát, ha segít nekünk a sorsunk. Aha, közben kilépett. Ja, egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy itt én kulccsal lépek be egy agenttel. Nem tudom, hogy mennyire, valószínűleg nem vettétek észre. Az előző esetben az agentemnek beírtam a passphrase-t, ezzel ő betöltötte az én titkos kulcsomat a memóriába, és innentől kezdve az agent fog engem hitelesíteni a szervernél. Amikor megpróbálok belépni a gépre, akkor ez az agent végezné el a hitelesítést, hogyha a hálózat hagyná, úgyhogy ezt most hagyjuk. Tehát így élőben sajnos nem tudom megmutatni, mert nem tudok belépni a rendszerre, de csináltam képernyőképet. Körülbelül így néz ki egy Nagiosnak a felülete, hogyha minden rendben van, akkor az látszik, hogy itt vannak a gépek, ezt talán ismertek, ez az ubuntu.hu, annak itt vannak a szolgáltatásai felsorolva, és mellette látszik az, hogy milyen állapotban van, és mikor volt utoljára megvizsgálva, mióta van abban az állapotban, és ez mutatja, hogy hány darab kísérlet volt, mondjuk, ha valami elromlik, akkor többször megvizsgálja, és utána mondja rá azt, hogy rossz. Illetve itt van a vizsgáló ellenőrző pluginnak a kimenete. Tehát lényeg az, hogy nagyjából így kell elképzelni egy Nagiosnak a webes felületét. Megjegyzem egyébként, valójában nem kötelező Nagioshoz webes felületet használni, hiszen az alapfunkciója micsoda, időzítve elvégez egy csomó ellenőrzést, és értesít minket, ha baj van. Tehát itt megint csak az van, hogy nem fogják az emberek tipikusan nézegetni a webes felületet, csak hogyha jelez valamit a Nagios,
ír mondjuk nekünk egy e-mailt, akkor mi szépen megnézzük, hogy mi lehet a bibi. Nézzük, hogy hogy néz ki egy hibás szolgáltatásokat tartalmazó lekérdezés. Egyébként kb. El tudjátok képzelni, hogy ha az előző szolgáltatáson lettek volna hibás szolgáltatások, akkor ott ilyen pirossal látszott volna, hogy az nem oké. Egyébként ez egy leállított host, tehát azért nem működnek rajta a szolgáltatások, de ha bármi probléma van, akkor azt így szépen lehet látni. Egyébként itt látszik a különbség, hogy itt 4x4, ami azt jelenti, hogy egymás után 4 darab vizsgálat hibás volt, tehát elérte a hibás státuszt. Egy szolgáltatás nézet, akkor, amikor konkrétan egy bizonyos szerver, egy bizonyos szolgáltatását nézzük meg, ez az Ubuntu.hu-nak a HTTP-je, akkor látszik egy csomó információ erről a szolgáltatásról, hogy a vizsgálat az milyen beállításokkal zajlik, mikor volt utoljára a vizsgálat, mi volt a visszatérési érték, és még egy csomó paraméter. Amire itt kifejezetten szerettem volna felhívni a figyelmet, az az, hogy vannak ilyen service commandok. Általában azt szokták mondani gúnyosan, hogy a Naviosnak a felülete a statikus. Egy kicsit igen, tehát viszonylag kevés dolgot lehet csinálni a Navios felületén, azon kívül, hogy megnézem az állapotot, de azért mégiscsak lehetőség van rá, és például meg lehet azt mondani, hogy egy szolgáltatás ellenőrzését újraütemezem, mondjuk letiltom a figyelmeztetéseket, mert tudom, hogy ellenőrzött, tehát ilyen előre tervezett leállás van, és egy pár ilyen dolgot meg lehet csinálni, úgyhogy az ellenőrző eszközöknek a ilyen egyszerű beállításait itt el lehet végezni. Egyébként, hogyha valakinek spéci beállításokra van szüksége, akkor bizony config fájlokat kell kézzel szerkeszteni. Én ezt előnek érzem, ezt mindenki döntse el, hogy hogyan. Az az igazság, hogy amikor mondtam az előbb, hogy van a Navios, meg a Zabbix, meg az Icinga, és még egy pár ilyen monitoring rendszer, akkor azt nem mondtam ki, nem emeltem ki, hogy a Naviosnál ott kézzel kell szerkeszteni a config fájlokat, vannak olyan eszközök, ahol viszont erre a webes felületen lehetőség van. Ezt van, aki szereti, én kifejezetten utálom. Tehát, hogyha egy konfigurációs adatbázis az mondjuk egy MySQL-ben van, az sokkal rosszabb, sokkal nehezebb használni, menteni, visszaállítani, parancsori programokkal szerkeszteni, generálni, mint hogyha úgy van, mint a Naviosnál, majd mindjárt meglátjátok, hogy néz ez ki. A következő egy nagyon praktikus dolog. Egy-egy szolgáltatásról lehet ilyen történeti, állapottörténeti diagramokat generálni. Itt most azt látjuk, hogy az Ubuntu.hu-nak a HTTP szolgáltatása, az a this year, ez a periódus, az azt jelenti, hogy 2013. január 1-től mostanáig, illetve tegnap estig, itt látszik, hogy összesen 13 óra 46 perc leállás volt. Azt egyébként én tudom, hogy az tervezett leállás volt, nem pedig hiba. De lényeg az, hogy egy ilyen diagramból egy szolgáltatásnál mondjuk a menedzsment meg tudja nézni azt, hogy mikor voltak leállások, és meg lehet kérdezni az üzemeltetőket, hogy miért. Jó esetben, ha lehet, akkor meg lehet csinálni a 100%-ot is. Egyébként nyilván, hogyha az ember úgy tervezi meg a rendszer, mondjuk van egy kétgépes cluster, és a mögötte lévő adatbázis szerver is úgy van megcsinálva, hogy többgépes, akkor a tervezett leállásokat is meg lehet úgy csinálni, hogy az üzemet nem zavarja, és így lényegében lehet 100%-os rendelkezésre állást is csinálni. Nyilván mondjuk ebben az esetben az alapítványnak nincsen lehetősége rá, hogy ilyen sok gépet vegyen meg tartson fel. Meg nincs is semmi értelme, mert most egy évben 13 óra leállás az nem olyan nagyon ciki. Szerintem. Oké. Na, nézzük a fontosabb jellemzőket. Az első dolog, alapvetően helyi és hálózati ilyen paramétereknek az ellenőrzésére van ez kitalálva, tehát vannak olyan ellenőrző modulok, ellenőrző pluginok, amik helyben futva leellenőrzik, hogy egy process fut-e, hogy egy disknek milyen az éppen aktuális telítettsége, és így tovább. Illetve vannak olyan ellenőrző modulok, amik hálózaton keresztül kapcsolódnak valamilyen szolgáltatáshoz, és utána annak megnézik, hogy TCP-n
hozzá lehet-e kapcsolódni, hogyha igen, akkor ad-e vissza ilyen server promptot, hogyha ad vissza server promptot, de még jobban fel van készítve a plugin, akkor mondjuk belekérdez valamit. Tehát lényegében hálózaton keresztül elérhető szolgáltatásokat is tudunk ellenőrizni a segítségével. Ez egyébként innentől kezdve már teljesen általánossá válik, és nem csak szabad szoftverekkel működik. Még nyilvánvalóan egy lokális ellenőrző plugin, az kell, hogy fusson az adott gépen. Lehet, hogy mondjuk egy Windows szerveren, vagy egy speciális Unix variánson pont nem fut egy ellenőrző modul, de a hálózati ellenőrző modulok azok teljesen univerzálisak, azok minden egyes szerverhez működni fognak. Lényegében bármilyen parancsolós programból nagyon könnyű ellenőrző plugin-t csinálni, hiszen hogyha van valamilyen parancsolós programon, például mondjuk egy LDAP szerver lekérdezésére, például az LDAP search, akkor én nagyon könnyen tudok írni egy shell scriptet, amely ezt szépen körül fogja bástyázni, megadom neki, hogy melyik szerverhez kell kapcsolódni, melyik portra, mit kell lekérdezni, és hogyha minden jól sikerült, akkor a shell scriptem kiírja, hogy oké. Tehát lényegében, amit parancsolós programmal le tudok ellenőrizni, abból én nagyon primitív módon tudok csinálni egy Nagios ellenőrző modult is. Így lényegében a Nagiosnak a funkcionalitása az végtelenségig bővíthető nagyon primitív módon. Ez az egyik óriási előnye a rendszernek. A következő, hogyha bármelyik ilyen funkció, amit ellenőrzünk, az hibás, akkor ő riasztásokat tud küldeni. A riasztásokat egyébként szintén nagyon konfigurálható módon tudja megtenni. Mutatok egy konfigot, jó? Hogy néz ki egy ilyen riasztás beállítás. Azt mondja, hogy... Egy pár darab milyen mintapéldát hoztam. Ezek itt ilyen riasztás beállítások. Hát a legfelső az nagyon primitív. Ez ugye azt mondja, hogy a neve az, hogy notify host by email. A maga a parancs az pedig úgy néz ki, hogy user bin printf, utána megvan adva, hogy mit írjon ki, és ezt belepájkoljuk egy user per bin per mail-be, minusz a, az megadja neki a fromot. Ugye erről beszéltem a cron-nál, egy fixre beállított fromunk van, és utána megvan adva a subject-je a levélnek, és utána itt vannak az e-mail címek. Tehát lényegében én egy parancsolat fogok megadni, hogy néz ki az értesítés, oda akármit is írhatnék, és az akármit is írhatnék, az itt lejjebb nagyon szépen látszik. Kicsit lejjebb megyek, hogy jobban látszol hátulról is. Tehát ebben az esetben már a command line az úgy néz ki, hogy per user, per local, per bin, per push SMS. Ezt akárki nem tudja megcsinálni. Én amikor a Telekomban dolgoztam, akkor ott nekünk volt egy olyan apink, egy SOA api, amin keresztül tudtunk SMS-t küldeni közvetlenül. És ez a kis scriptecske, ez a push SMS, ez meg volt csinálva, hogy küldjön SMS-t, és látszik, hogy a Notify Service by SMS az egy push SMS nevű parancsot hívott meg, ami annak rendje is módja szerint SMS-t küldött. Ez mit jelent nekünk? Azt, hogy az értesítést a Nagios az lényegében akármilyen füstjelekkel is el tudja küldeni, csak a számítógépes interfész kell hozzá, hogyha nektek van egy olyan interfészetek, hogy egy Raspberry Pi-ra tudunk küldeni egy jelet, hogy gyújtson fel egy rőzsét, egy kazal rőzsét, és utána fölötte legyezgessen ilyen izével, ilyen nagy esernyővel, akkor azt fogja küldeni. Tehát igazából akármi lehet az ellenőrző modul is, akármi lehet az értesítő modul is. Volt olyan, hogy megcsináltuk azt, ez nyilván már egy ilyen kisüzemi megoldás, hogy be volt dugva egy GSM kártya egy számítógépbe, és a GSM kártyán keresztül lehetett SMS-t küldeni. Nyilván ez mondjuk egy Faraday kalickát, tehát egy olyan szerverteremben, ahol nincsen térerő, ott ez nem fog működni, ott ki kell vezetni az antennát, de lényeg az, hogy lehetőségem van rá, hogy akármit beállítsak. Ez egyébként ilyen klasszikus szabad szoftveres hozzáállás,
általában ez szokott lenni tipikusan, hogy megpróbálják a lehető legrugalmasabbra megcsinálni, és tulajdonképpen csak az adminisztrátoron múlik, hogy mit csinál meg belőle. Amikor én simán azt mondom például, hogy update install Nagios, akkor én fogok kapni alapból egy olyan rendszert, ami SMS-t azt nem tud küldeni közvetlenül, de e-mailt igen. És egyébként mondjuk van ma Magyarországon olyan szolgáltató, ahol van ilyen e-mail SMS gateway, annak az e-mail SMS gateway-nek a használatával SMS-t is tudok kapni. Egyébként jelzem, hogy ezek a parancsok, amiket itt láttok, ezek ilyen leegyszerűsítettek, az alaptelepítéskor ilyen nagyon hosszú üzenetet küld, ami 3 SMS-ben jönne át, és ez nagyon kényelmetlen, úgyhogy ez le lett rövidítve ilyen picire, hogy egy SMS-ben mindig beleférjen. Ez is ilyen kis praktikus tudás, hogyha a Nagios-t üzemeltettek, és használtak ilyen SMS gateway-t, akkor praktikus ezt egy picit átszerkeztem, hogy kicsi legyen. Oké. Igen, és egy fontos dolog, hogy ugye az triviális, hogyha nekem van egy Nagios szerverem, akkor helyben tudok futtatni rajta mindenféle ellenőrző programokat, amik mondjuk megnézik a diszket, meg a memóriát, meg a processzort, de hogyan ellenőrzök másik gépeket? Hát az a helyzet, hogy ennek van egy egyszerű megoldás, az az NRPE, gondolom Nagios Remote Process Execution, vagy valami ilyesmi. Ez lehetővé teszi azt, hogy előre beállított ellenőrzéseket lehessen a távoli gépen lefuttatni. Ennek is hoztam egy ilyen kis mintaconfig file-t, hogy megmutassam, hogy hogy is néz ki. Ez mondjuk egy ilyen lecsupaszított config. Ez a lényegében a default config egy nagyon picit módosítva. Látszik az, hogy az NRPE configban megvan adva, hogy milyen felhasználóként, milyen csoportként fusson. Megvan adva neki egy port, ez az 5666, ez a defaultja. Ezen a porton keresztül fogja a Nagios szerver elérni ezt a bizonyos szolgáltatást. Annyit egyébként érdemes hozzátenni, hogy ez az NRPE elérés, ez egy titkosított csatornán keresztül zajlik. Tehát, hogyha a Nagios és a ellenőrzött gép között le tudják hallgatni a kommunikációt, akkor sem tudják értelmezni. És a legérdekesebb része az, hogy meg lehet adni, hogy melyek azok a hostok IP cím szerint, akitől elfogadunk egyáltalán kérdéseket. Erre ugye, aki itt volt az elején lélekben is, nem csak testben, az emlékszik rá, hogy ez nem túl biztonságos, mert az IP címet nagyon könnyű hamisítani. De az a helyzet, hogy előre definiálunk ilyen ellenőrző parancsokat névvel, és azokhoz előre definiáljuk, hogy pontosan mit kell végrehajtani, akkor, amikor azt a túloldalt megkérdezi. Úgyhogy a távoli Nagios szerver az kizárólag ezeket a stringeket adhatja ki nekünk parancsként, és kizárólag ezeket a válaszokat tudja visszakapni. Hogyha valaki egy picit jártasabb informatika a biztonságban, akkor azt tudja, hogy szinte mindig a felhasználói bemenetből adódnak a problémák, az informatikai biztonsági hibák. Ebben az esetben, hogyha konkrétan az a 6 darab fixed string az, amit egyáltalán elfogad helyes bemenetként a szerver, és semmi másra nem csinál semmit, ebben az esetben lényegében nem lehet ezen keresztül megtámadni a szervert. Elvileg. Persze nyilván egy ilyen primitív szoftvert is el lehet rontani, de feltételezzük, hogy nem rontották el, akkor ez az NRPE ez egy kiváló módszer arra, hogy a távoli gépeken le lehet ellenőrizni a különböző paramétereket. Hát itt egyébként, amit látunk, ez a check APT, ez például leellenőrzi, hogy az APT futtatásakor mond-e olyat, hogy frissítendő csomagok vannak a gépen. Jó, és amit az előbb láttunk a slideshow-n, hogy egy hostnak az OK státuszánál itt mindig volt egy APT nevű ilyen szolgáltatás. Az a szolgáltatás, az nem szolgáltatás igazából, hanem leellenőrzi, hogy ennek a bizonyos gépnek a csomagjait lehet befrissíteni. Ha lehet, akkor elkezd jelezni a Nagios, és mondja, hogy gyere admin és csinálj valamit. Most akkor tartsunk egy ebédszünetet. Egy órakor várok mindenkit.